Újra elkezdődött a Tarka Fesztivál Bonyhádon, mostanra a sült ökröt is feltállalták, ez már a 19. alkalom, és már elmondható, hogy a város legnagyobb rendezvényévé vált. Megszoktuk, hogy augusztus első hétvégéje a folklóré, és a második hétvége pedig a Tarka Fesztivál, ami már gyakorlatilag olyan szinten kinőtte magát, hogy nem csak a kezdeményezés miatt és a színes gazdag program kínálat miatt jönnek sokan, hanem mindenki így is készül egész évbe, családok, baráti társaságok, hogy ilyenkor, aki már nem Bonyhádon él, de itt nőtt föl, ilyenkor hazalátogat, várják a családok, a barátok, a messziről érkezetteket, és ez egy olyan találkozási pont lett a bonyhárdiak és a bonyhárdról elszámozottak körében, ami szerintem egy kiváló alkalom arra, hogy egy, még nem mondom, hogy nyárzáró, de mégiscsak a nyár vége felé egy olyan sok-sok programmal kiegészített lehetőség, amikor együtt tudják jól érezni magukat a társaságok, közösségeket építve, hiszen ez a legfontosabb. A fesztivál hagyományosan az Országos Agrárfórummal vette kezdetét, ahol a téma adja magát, a szarvasmarha. A Bonyhádra jellemző tájfajta, a magyar tarka állománya folyamatosan nő már évek óta. A magyar tarka állománya szépen növekszik, folyamatosan, most már ugye hosszú évek óta, a termelése különösen, csak két adat, megközelítettük most már lassan a 7000 kilót átlagos laktációban, nagyon magas beltartalommal, és a csúcstartunk a központi saját teljesítmény vizsgálatban, tenyészbika jelölt ugyan, de 120 nap átlagában több mint 2,5 kilogrammot hízott naponta. Tehát úgy gondolom, hogy a húsvonalunk is nagyon jó irányba halad, és az idejében szerződést kötöttünk Ausztriával és Németországgal a genomikai tenyészértékbecslésről, ami annyit jelent, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia, Németország, Ausztria, Olaszország és nyilván ugye Magyarország közösen fogják végezni a genomikai tenyészértékbecslést. Talán ez egy érdekes szó, hogy genomikai tenyészérték. Ez annyit jelent, hogy például előállítanak egy embriót, amiről ugye itt szó is volt, abból kivesznek egy kis mintát, és annak a DNS láncát, ha feldolgozzák, annak egy darabkájából meg tudják mondani azt, hogy mennyi tejet fog termelni az az üsző, ha női varú, vagy milyen tenyészértéke lesz, ha tenyészbika lesz. Tehát érdemes lesz-e belőle tenyészállatot csinálni, vagy ha hímivarúnak születik, vagy inkább hízlaljuk meg és együk meg. Az évi 280 milliárdos bevételt hozó ágazat a legnagyobb részét az élő állatexport adja, pedig a hús lenne a kifizetődőbb. Ehhez viszont át kell venni olyan jó gyakorlatokat, amivel a hazai termékek megfelelhetnek a legkényesebb európai elvárásoknak is. Vannak itt olyan fogyasztói trendek, amit is nyugat- és észak-európai szomszédaink már nagyon jelentősen éreznek, mi még talán annyira nem, de mivel exportálni szeretnénk, ezzel nekünk is már most gyorsan kell elkészülnünk, és ez pedig az, hogy az állattartásnak a környezeti lábnyoma az viszonylag negatív megítélés alá helyezi magukat a termékeket is. Tehát ha azt halljuk, hogy egy steaknek a vízlábnyoma a legnagyobb az élelmiszerek között, ha azt halljuk, hogy a mezőgazdasági állattartás a levegő szennyeződéshez, az ammónia kibocsátásra milyen jelentősen járul hozzá, akkor ennek Németországban vagy a skandináv államokban már konkrét a piacon érezhető következménye van, kevesebb húst vásárolnak, kevesebb tejterméket vásárolnak, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez ellen erre felkészüljünk, erre most kell azokat a jó gyakorlatokat átvennünk, illetve azokat a bizonyító módszereket, amivel be tudjuk bizonyítani, hogy a gazdálkodóink megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. A Tarka Fesztivál a tanácskozás után már könnyedebb programokkal folytatódik, lesz mit ünnepelni idén is. Mindig élünk a lehetőséggel, amikor egyéb jubileum is van, így volt ez az elmúlt években, és így lesz ez idén is, hiszen Vernau és Borszékkel, testvér településekkel jubileumot ülünk. Vernauval 30, Borszékkel pedig 5 éves testvérvárosi kapcsolat fűz minket össze, és ebből az alkalomból egy szerződés megerősítésre is sor kerül ünnepi testületi ülés keretében. Várjuk tehát a delegációkat ma este, és folyamatosan érkeznek majd hozzánk. Egyébként valamennyi testvértelepülésünkről, hogy együtt közösen ünnepeljünk, és két évente Sommerfesttel is kiegészül ez a hétvége, ami idén pont az a második év, amikor is lesz. Vasárnap a svábság, az itt élő sváb hagyományok és kultúrájé lesz a főszerep, és itt is van egy újdonság, első ízben kerül megrendezésre a sváb szépségverseny, amely országos, és 12-en neveztek rá, nem csak bonyhádiak, hanem országhatáron belülről nagyon sok helyszínről. A Tarka Fesztivál többi programjáról a következő pénteki Bonyhádi Naplóban számolunk be.